arra küldi, ide kutyira. Ide kutyira, leállít egy pillanatra a labdát, vagy lőni. Aztán pontosan hogy is mennyire ívek, tovább száll a labda Tiborhoz. Tibor balon, lőgó! Tibor Zoltán olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes labdarúgó, az aranycsapat tagja Komáromban nőtt fel. A rendszerváltást követően az emigrációból hazatérve is a városban élt, 1997-ben bekövetkezett haláláig. Egész alakos szobrát a nevét viselő sporttelep mellett avatták fel augusztus 28-án. Az ünnepségen részleteket mutattak be a Cibora rongylábú című musicalből. Előadók Mészáros Árpád Zsolt és a Magyarok Dalszínház Társulata. Előttem régi újságok, képek, örökre bennem élő emlékek, mint másról beszélnek, csak őt mutatják. A hírnévért mi volt az ár, ismernek hát, hogy az embert lásd, ne csak a híres legendát. Molnár Attila polgármester úgy fogalmazott, Zoli bácsi üzenete, szellemisége mindannyiunk számára nagyon fontos. Ő mindig azt mondta, őt ismérve van annak, hogy valaki csupa nagybetűs ember legyen. És azt mondta, hogy ez az öt dolog, ez az akarat, a tisztesség, a becsület és a szeretet. És azt mondta, hogy a szeretet két irányú kell, hogy legyen, mert kell, hogy legyen egy emberbaráti szeretet, és kell, hogy legyen egy sportbaráti szeretet. Hát ilyen volt ő, amit hallhattunk azon a bejátszáson is, és nekünk megadatott jó néhányunknak, hogy ismerhettük a legendát, nagyon sokan itt Komáromban, és az, hogy most már a szobor is megörökíti őt, és hazatér véglegesen ide Komáromba, ez azt gondolom, hogy mindannyiunknak egy ünnepnap lesz a mai nap is, a szoboravatás és az elkövetkezendő időszak is, hiszen az ő nevét őrzi ez a városi sporttelep, ahol reméljük, hogy nagyon sok olyan tehetség fog majd felnőni és bontogatja szárnyait, akik szintén komoly eredményeket fognak majd elérni, akár a sportban, akár a futballban. Nincs még egy futballista a futballtörténelemben, aki világbajnoki elődöntőben, döntőben, olimpiai és bekdöntőben is gólt szerzett. Ősi és elszakíthatatlan, erős kötelék fűzte a kommunista diktatúrában semmibe vett értékekhez. A jóistenhez, a családjához és a hazájához, amelynek szolgálatát a legszentebb kötelességének tartotta. Mondta Szőlősi György, a magyar futballhagyományok nagykövete, a Nemzeti Sport főszerkesztője. Ugyan a vele közösen elkezdett, de már nélküle megjelentetett könyvünk mottójává is vált, sokat idézett mondataiban megfogalmazta, nem magamnak futballoztam, hanem a magyar közönségnek, a magyar népnek, hogy a mi zászlónk menjen a legmagasabbra. Nem magamnak, hanem a családomnak, a magyar hazámnak óhajtottam mindig, hogy legalább ha eljutunk egy külföldi mérkőzésre, játsszák a himnuszunkat. Akkor, amikor itthon nem játszották. Csupán csak azért, mert úgy kezdődött, hogy Isten áld meg a magyart. Cibor Zoltán és az aranycsapat tagjai példát mutattak büszkeségből, találékonyságból, küzdőszellemből és reményből, mondta Mencer Tamás államtitkár. A sportoló nem tud a semmiért küzdeni. Persze küzd önmagáért is, és ez helyes, de hogyha nincs a helyén a szíve, és nincs ott, hogy ő a hazájáért, a nemzetéért küzd, akkor egészen biztosan nem fog sikereket elérni, sőt, kudarcra van ítélve. Azok a bajnokok, azok a nagy bajnokok, és azok a sportolók érdemlik ki a szeretetet, és azt, hogy emlékezzenek rájuk, akik, ahogyan hallhattuk a felvételben is, önmagukon túlmutató célért küzdenek, a hazájukért, a nemzetükért, 15 millió magyarért küzdenek. Az, amit Cibor Zoltán magyarságból, hitből, hűségből a hazája iránt mutatott, és amit ezért tett, az önmagában is példa lehet, mondta Cunyiné Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője. Cibor Zoltán életpályája, és egyébként a legendák életpályája, annak a bizonyságtétele és annak a tanúságtétele, hogy a siker az biztosan nem szerencse kérdése. A sikerről egyértelműen mondhatjuk, hogy a szerencse csak akkor éri el, és a szerencse csak akkor segíti sikerhez a sportolót, hogyha minden nap, minden pillanatban az életét teljesen alárendelve, alázattal, átszervezve dolgozik és elvégzi a munkát. A siker nem a szerencséseknek adatik meg, hanem azoknak, akik tudnak érte dolgozni.
Cibor Zoltán ezért is példakép. Ezért is lehet itt példakép a komáromi sportoló fiataloknak, de tulajdonképpen nem csak a sport szeretőknek, nem csak a sportolóknak, nem csak a fiataloknak, hanem mindnyájunknak. A szobor Csák Attila szobrászművész alkotása, építész tervező Siklósi József. A terület kivitelezője a Komáromi Város Gazdanon Profit Kft. A trafóház grafikája Csutor Gábor és Tihanyi Róbert munkája. A szobrot a 2019-ben meghirdetett, de a világjárvány miatt félbeszakadt Cibor 90 emléképsorozat részeként állítatta a Külgazdasági és Külügyminisztérium, Komárom Város Önkormányzata, a Magyarok Dalszínház, a Monostori Erőd Nonprofit Kft. És a Komáromi Sporthagyományokat őrző kerekasztal. A Cibor 90 emlékév fővédnöke Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szobor felavatásával Komárom méltó módon büszkén őrzi Cibor Zoltán emlékét. Ahogy a musicalben is hallható és a szobor talapzatán olvasható, most végleg megállok, ez az utolsó állomás. Én már itthon vagyok, a szívem hazatalált. Az ünnepség a Cibor a rongylábú című musical díszelőadásával zárult a Monostori Erőd szabadtéri színpadán.